a föld végső határáig. Szabaddá tette az Úr az ő népét. Alleluja! Újjongjatok az Istennek minden földek, zsoltárt zengjetek az ő fülséges nevének. Adjátok meg a dicséretet dicsőségének, mondjátok az Istennek, mi félelmetesek a te műveid, Urunk. A te erődnek nagysága miatt minden ellenséged meghódol néked. Örvendező szóval hirdessétek a földnek végső határáig. Szabaddá tette az Úr az ő népét. Alleluja! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben való, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Örvendező szóval hirdessétek a földnek végső határáig. Szabaddá tette az Úr az ő népét. Alleluja! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, Húsvét 6. vasárnapja van. Mindössze 2 hét választ már el bennünket a megígért Szentlélek kiárasztásának ünnepe, pünkösd ünnepe megünneplésétől. A mai evangéliumban Jézus már beszél róla, a vigasztalóról, akit majd saját maga helyett küld. Nem volt a történelemnek olyan korszaka, és nem volt még ember a földön, amikor és akinek ne lett volna szüksége vigasztalásra újra és újra és újra. Jézus valóban egyetemes, minden bajból, minden szenvedésből vigasztalást nyújtó személyként jelent meg itt a földön, és ugyanígy küldi el a harmadik isteni személyt, a Szent Lelket, aki az örök üdvösség, az örök boldogság állandó ígéretével a legmélyebb fájdalomból, a legmélyebb nyomorúságból is reményt tud adni az embernek. Szentmisénket fölajánljuk a mai napon elhunyt Fekete Emese, valamint István, elhunyt és élő hozzátartozók lelki üdvéért. Vizsgáljuk meg most a lelki ismeretünket, és bánjuk meg a bűneinket, hogy ebben a szent áldozatban méltóképpen köszönhessük a közénk érkező Krisztust. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egy szülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fenség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk föltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp elment Szamária városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, halva és látva a csodákat, amelyeket végbe vitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamária befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szent Lélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk, örvendezzünk, s vigadjunk rajta. Ez az a nap, mely
aki megvilágosított fényével minket. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk, örvendezzünk, s vigadjunk rajta. Szent Ecke Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, Urunkat Krisztust szentől tiszteljétek szívetekbe. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szeliden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikban. Jobb ugyanis, ha inkább jó tetteitekért szenvedtek, mikor ez az Isten akarata, mintsem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték őt, de a lélek szerint életre kelt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja, 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 alleluja. Mondja, aki szeret engem, megfogadja a szavamat. Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az Atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Egy riporter egy alkalommal interjút készített a félelmetes boxolóval, a sorssal. A sors büszkén rázogatta félelmetes ökleit a riporter előtt, és azt mondta, az én ütéseim gyakorlatilag védhetetlenek és iszonyatos erejűek. Sorra a padlóra küldtem minden ellenfelemet. Kiütöttem az erőt, kiütöttem a büszkeséget, a szépséget, a tudást, pedig ezek kemény ellenfelek ám. Nem tudott megállni előttem, még a szerelem és a barátság is, azokat is kicsaptam, dicsekedett a sors. A riporter tátott szájjal bámulta a félelmetes sportolót,
és megkérdezte, ezek szerint valóban olyan erős és olyan rettenetes ellenfél ön, hogy senki nem tud ellenállni az ütőseinek? A sors hirtelen halkabbra fogta a hangját, kicsit lesütötte a szemét, és hadarva ezt mondta, hát az az igazság, hogy hát igen, valaki azért van, egy valaki azért van, akivel eddig nem bírtam el. Ki lenne az? Ugyan ki lenne az a hatalmas ellenfél, akivel még a félelmetes sors sem tud megbirkózni? Még lejjebb hajtotta a fejét a sors, és csupán ennyit mondott, a remény az. Valahányszor kiütöttem, mindig felállt a padlóról, mielőtt kiszámolták volna. Egyszerűen nem értem, hogy csinálja, mondta. Kedves testvérek, sokféle baj, szenvedés, sokféle megpróbáltatás érheti az embert itt a Földön, és ennek megfelelően a vigasztalásnak is sokfélének kell lennie, amely az ő szívét földeríti és kiragadja a bajból. Egy pici gyerek, aki elesik és kicsit megsebzi a térdét vagy a tenyerét, egy pici septől is zokogásban tör ki, siránkozni, panaszkodni kezd. Azonban elég egy nagy ölelés, egy kis puszi arra a helyre, ahol megütötte magát, és már is mosolyogva szalad tovább. Nem nehéz megvigasztalni őt abból a kis problémából, szenvedésből, amibe éppen beleesett. Vannak azonban komolyabb betegségek is, komolyabb szenvedések, amelyek akár végigkísérik az ember életének hosszú szakaszát, sőt, talán egész életünkben nem tudunk megszabadulni tőlük. Itt már sokkal mélyebb, komolyabb vigasztalásra, nagyobb jelenlétre, odaadásra és ápolásra van szükség. Másoknak talán a kudarc, a sikertelenség okoz fájdalmat, hogy a terveik, az álmaik kudarcba fúlnak, vagy legalábbis túlságosan elodázódik azoknak a beteljesülése, türelmetlenül várják, hogy az álmaik megvalósuljanak, de még mindig nem sikerül. Nekik ismét másfajta vigasztalásra van szükségük. Milyen szörnyű megpróbáltatás az emberi lélek számára a halál, amikor elveszítjük a szeretteinket, akik itt a Földön a társaink voltak, a támaszaink. Igen, itt már nagyon komoly vigasztalásra van szükség, és nem könnyű vigasztalálni a halál okozta sebekre. Azonban, kedves testvérek, bármennyire furcsa is, van még egy szörnyűbb dolog, egy még nagyobb szenvedés, egy még nagyobb nyomorúság, ami még a halálnál is erősebben kétségbe ejthetné az embert. Ez pedig nem más, mint a saját életünk összeomlása, a meghasonlás saját magunkkal, amikor rádöbbenünk arra, hogy véglegesen és visszavonhatatlanul elrontottunk komoly dolgokat az életünkben, amelyeket nem tudunk már többé újjáépíteni, és talán még nagyobb fájdalom, amikor azt látjuk, hogy mások életében is komoly, visszavonhatatlan, mély sebeket okoztunk, vagyis ez nem más, kedves testvérek, mint a súlyos bűneink, a halálos bűneink okozta rombolás. Nem véletlenül mondom azt, hogy ez még nagyobb szenvedés, még mélyebb fájdalom, mint a szeretteink halála. Mert azzal szemben tehetetlennek érzi magát az ember, tudja, hogy a hatalmán kívül áll, erején kívül áll megakadályozni azt, hogy a szerettei elköltözzenek ebből a világból. Azonban, amikor a halálos bűnök, a mérhetetlenül súlyos, romboló bűnök okozta sebeket látja, akkor ott van a szívében, a gondolataiban az a fájdalmas, ott bujkáló, suttogó hang, ezt megakadályozhattad volna. Igenis, ezt elkerülhetted volna. Ezt te okoztad. Ez nem rajtad történt. Ezt te csináltad. Ha másképp éltél volna, másképp döntöttél volna, akkor ez nem így történik. Igen, kedves testvérek, a halálos bűnök okozta rombolás talán a legmélyebb szenvedés, amivel az ember szembesül, amikor megtapasztalja, hogy az élete kifordult önmagából, valahogy önmagával is meghasonlott, szembefordult, miután embertársa jó részével és magával, Istennel is szembefordult. Itt már olyan vigasztalásra van szükség, ami nagyon-nagyon nehezen éri el az ember szívét. Ez az a kísértés, ez az a nyomorúság, amely kétségbe esésbe döntheti legkönnyebben az embert.
Kedves testvérek, amikor Jézus eljött ebbe a világba, a második isteni személy megtestesült emberként a Földön, ő valóban egyetemes vígasztalóként volt jelen. Mindezekből a bajokból, amiket elsoroltam, Jézus vígaszt adott az embereknek. Magához ölelte a kicsin gyermekeket. Amikor az apostolok el akarták küldeni őket, akkor azt mondta, engedjétek hozzám a gyermekeket, ne tartsátok távol tőlem. A legapróbb nyafogást, a legkisebb kis sebet is észrevette, és vigasztalta őket is. Azután a súlyos, gyógyíthatatlan betegek közül milyen sokaknak adta vissza az egészségét. Azután látjuk, hogy hogyan hajol le a szegényekhez, az elesettekhez, akik kiszolgáltatottak voltak abban a világban a szegénységük, a gyöngességük miatt, amivel az anyagi téren szembesültek. Kenyeret adott az éhezőknek a pusztában. Lecsillapította a vihart, amikor annak hullámai el akarták nyelni a bárkában hánykolódó apostolokat. Azután látjuk, kedves testvérek, hogy hogyan fordul oda a szeretteiket siratókhoz, a Jairusi, a Naimi özvegyhez, Jairusnak a leányához, aki meghalt, Lázár nővéreihez. Föltámasztva őket a halálból, még a gyász sötétségét is eloszlatja. És az egyetemes ígéret, amely minden benne hívőnek szól, aki bennem hisz, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Vigasztalást ad mindenkor, minden gyászolójának a szívébe, aki tud hinni ebben az ígéretben. Azonban, kedves testvérek, Jézusnak a legnagyobb szenvedésre, a legmélyebb nyomorúságra is van vigasztalása. Vigasztalás a halálos bűn okozta sebre, arra a rombolásra, amiből egyedül már nem tudja önmagát fölépíteni az ember, legalábbis ebben a világban semmiképp. Jézus ugyanis megígéri az örök boldog életet. Éppen azoknak, akik itt a Földön már végérvényesen elrontottak sok mindent az életükben. Megígéri nekik azt, hogy új kezdet lehetősége csillan föl előttük. A bűnbocsánat az isteni bocsánatnak a valósága és az örök boldog élet ígérete minden botlásunk, bűn okozta sebzettségünk ellenére kiragadhatja az embert a legmélyebb kétségbeesésből is. Ez történik Zakeussal és Mátéval, a vámosokkal. Ez történik Mária Magdolnával. Ez történik a bűnös asszonnyal, a házasságtörő asszonnyal, aki éppen hogy csak megmenekül a megkövezéstől. Nem véletlen, hogy mi sokan követik Jézust. Nem véletlen, hogy milyen sokan hallgatják az ő vigasztaló szavait. Nem véletlen, hogy milyen sokan akarnak tartozni hozzá, mert megérzik ezt az egyetemes vigasztalást minden bajból, minden nyomorúságból. Mit jelent a vigasztalás, és mit nem jelent? Nem jelenti, kedves testvérek, magának a bajnak az eltűnését, a megoldását. Az a megoldás, az nem a vigasztalás. Vigasztalásra akkor van szükség, amikor a baj, a szenvedés, a nyomorúság még fennáll. Mert a vigasztalás, kedves testvérek, elsősorban abban az ígéretben áll, hogy el fog múlni. El fog múlni ez a nyomorúság, ami most nyomaszt téged, el fog múlni az a szenvedés, ami most annyira összecsapni látszik a fejed fölött. Vagyis a vigasztalás legtöbbször a jobb jövő reményében áll. A reménységben, ami megszületik az ember szívében a vigasztalás hatására. Ilyen vigasztaló volt Jézus, kedves testvérek, hiszen itt a földi életben ő sem szüntetett meg minden bajt és nyomorúságot, nem gyógyított meg minden beteget, nem támasztott föl minden halottat, és akiket föltámasztott, azok is újra meghaltak, hogy majd az örök életben találják meg az élet teljességét. Jézus is vigasztaló volt, azonban nem üres ígéretekkel kábította az emberiséget, hanem saját halálával, föltámadásával mutatta meg, hogy van igenis örök élet, örök boldogság, és amire előre mutat a végtelen örök boldogság felé, az egy valós dolog, és mindenki így reménykedhet benne. Kedves testvérek, Jézus az egyetemes vigasztaló, mielőtt elhagyta ezt a világot, másik vigasztalót ígért nekünk. Más vigasztalót küldök nektek, az igazság lelkét hallottuk a mai evangéliumban. És ezt az ígéretet be is teljesítette pünkösd ünnepén,
ami 2 hét múlva lesz. Akkor emlékezünk meg a Szentlélek kiárasztásáról, a Szentléleknek az eljöveteléről, aki ugyanolyan egyetemes vigasztaló, mint amilyen Jézus Krisztus volt itt a Földön. A harmadik isteni személy folytatja Jézus művét a világban. Folytatja az egyház cselekedetei, szentségei által, folytatja a hívő emberek imádsága által, folytatja a keresztény közösség létrehozása és létben tartása, éltetése által. A Szentlélek az egyetemes vigasztaló ugyanúgy minden bajra, minden nyomorúságra gyógyírt nyújt, ahogyan azt Jézus tette itt a Földön, és főleg ébren tartja bennünk a reményt Krisztus második eljövetele, a vele való találkozás és örökös együttlét iránt. Készülve a pünkösd ünnepére, köszönjük meg Jézusnak az ő vigasztalásait. Talán nem is kell sokat gondolkodnunk rajta, mert újra és újra előjön a gondolatainkban, hogy milyen baj, milyen nyomorúság van éppen most rajtunk, mi az a fájdalom, amire éppen vigasztalást várunk, de talán észrevesszük mások sebeit, fájdalmait is, akiket mi is vigasztalhatunk Jézus ígéreteivel és szeretetével. Kérjük a Szentlélektől azt a kegyelmet, hogy ne csak mi akarjunk vigasztalódni, hanem legyünk eszközei a vigasztalásban, mint Krisztus titokzatos testének, az egyháznak tagjai. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, a mennyei Atya azt akarja, hogy kövessük Szent Fiát, kérjük ehhez bizalommal az ő segítségét. Hogy egyházad mindig Krisztus útján járjon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy szent néped mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a Krisztusban való hitükről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, hallgasd meg könyörgésünket, segíts, hogy fiad útján járjunk, kövessük az ő tanítását, és így elnyerjük az örök életet Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, add, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva, atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány, mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszt halála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért fölajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséged himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Uram Istenem, dicsőséget betölti a mennyed és a földet. Hozsanna magasságban, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon.
tett tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Balázs érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a föltámadás reményében elhunyt szeretteinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal föltámadtunk, mi is Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így imádkozhatunk hozzá. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsük egymást a békejelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten baránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Isten baránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Isten baránya, elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Do the
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, Te Krisztus föltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre, növeld bennünk a húsvéti szentség kegyelmét, és az üdvösség kenyerének erejét áraszt szívünkbe, Krisztus a mi Urunk által. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, a járványügyi előírások lazulásával ismét lehetőség nyílt a nép részvételével bemutatott szentmiséket tartani itt a nagy templomban is. Ezzel visszaáll a szokásos miserendünk, hétköznaponként reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 6-kor, vasárnap pedig reggel 7-kor, délelőtt 9-kor, fél 11-kor és este 6 órakor vannak a szentmisék. Kötelező a templomban a szájmaszk viselése, vagy pedig az orrot és szájat eltakaró sál vagy kendő hordása. A szentelt víztartók továbbra is üresen állnak, a templomba lépés előtt és annak elhagyása után a kézfertőtlenítés szükséges. Kérem, hogy erről lehetőleg mindenki saját maga gondoskodjon. Mi is tettünk ki kézfertőtlenítőket a templom bejárataihoz, de nem biztos, hogy hosszabb távon eleget tudunk beszerezni belőle, ezért szívesen fogadunk adományban is kézfertőtlenítőt. Kötelező egymástól a másfél méter távolság megtartása, közvetlenül egymás mellé csak az egyháztartásban élő családtagok ülhetnek. Áldoztatni továbbra is csak kézbe lehet, kérem, hogy áldozáskor se álljunk szorosan sorba, hanem tartsuk meg a másfél-két méteres biztonsági távolságot. Érsek atya, továbbra is felmentést ad a személyes szentmise részvétel alól azok számára, akik betegségük vagy életkoruk miatt nem tudnak eljönni. A vasárnapi szentmiséket pedig továbbra is közvetítjük innen a nagy templomból. Gyóntatni hétfőn, szerdán és pénteken reggel 9 órától 10 óráig, kedden és csütörtökön pedig délután fél 6-tól 6 óráig gyóntatunk itt a keresztelő kápolnában. Szombat este és a vasárnapi szentmisék alatt
igyekszünk a szentmiség alatt gyónási lehetőséget biztosítani a kedves testvéreknek. Május hónapban májusi litániákat tartunk 17:30 az esti szentmiség előtt. A kereszteléseket, esküvőket, temetéseket a hatályos járványügyi előírások betartásával meg lehet tartani, június 1-től 200 főig a lakodalmak szervezése is engedélyezett. A kisebb imacsoportok, plébániai közösségek már találkozhatnak a templomban, illetve a közösségi házban. Kérem azonban, hogy fokozottan ügyeljenek a járványügyi előírások betartására. Csütörtökön 16:30 a bibliaórák is folytatódnak. A plébániai iroda 7-től rendes nyitvatartással üzemel. Kérem azonban, hogy az irodába érkezők szájmaszkot viseljenek, illetve egyszerre 2 személynél többen az ügyintézőn kívül ne tartózkodjanak az irodában. Az első áldozások és a bérmálás időpontjáról hamarosan tájékoztatást fogunk adni. Most a héten megbeszélésre kerülnek már ezek a hitoktatókkal és a lelkipásztorokkal. Pénteken Szent Rita emléknapja lesz, szombaton pedig Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú emléknapja. Holnap 17:00 május 18-án lesz Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója. Holnap a szentmiséken megemlékezünk erről, imádkozzunk a Szent Pápához, az ő egyházáért és a jelenlegi fájdalmas, nehéz helyzet mielőbbi orvoslásáért. Mához egy hétre Urunk mennybe menetelének főünnepe lesz, ami templomunk búcsújának az ünnepe is egyben. Sajnos a vírussal kapcsolatos óvintézkedések korlátokat szabnak az ünneplés elé, de azért szeretnénk minél méltóbban megünnepelni a búcsút. Kérem a kedves testvéreket, hogy aki már teheti, az jöjjön el a szentmisékre, lehetőleg minél arányosabban oszolva meg a 4 vasárnapi szentmise között. Imádkozzunk azért a jövő vasárnap, hogy egyházközségünk minél inkább éljen és viruljon. Mához 2 hétre pedig pünkösd ünnepe lesz a Szentlélek eljövetele. Vasárnap a szokásos módon 7 órakor, 9 órakor, 10:30 és este 6:00 lesznek ünnepi szentmisék. Hétfőn pedig hétköznapi miserend lesz templomunkban. A koronavírus terjedése nyomán kialakult vészhelyzetre és az ezzel kapcsolatos utazási nehézségekre való tekintettel a Vatikán 1 évvel elhalasztotta a budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszust. Ahogyan a héten kiderült, szeptember 5-től 12-ig lesz a jövő évben, 2021-ben az eukarisztikus kongresszus. Készüljünk továbbra is lelkesen, hitel szeretettel erre a szép eseményre. A regisztrációval kapcsolatos tudnivalókról pedig amint hírt kapunk, a kedves híveket tájékoztatni fogjuk. Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a személyi jövedelemadó fölajánlható 2x1%-ára, az egyik százalékra, amelyet valamelyik egyháznak lehet felajánlani. Szeretettel ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai száma 0011, a másik százalékra pedig, amely valamely alapítványnak, egyesületnek ajánlható föl, ajánljuk a Hitoktatásra Alapítványt, melynek adószáma 18 34 04 97 103. A lelki gondozást igénylők számára lelki beszélgetésekre van lehetőség a Reménység Háza lelki gondozói szolgálat jóvoltából. Erre való részletek a plébánia honlapján olvashatók. A Caritas lehetőséget biztosít arra is, hogy akik a koronavírus nyomán valamilyen súlyos, nehéz élethelyzetbe kerültek, elszegényedés vagy pedig kapcsolati rendszerük szegénysége miatt, azokat segíteni tudja. Ezért kérem, hogyha valaki a környezetében lát, észrevesz ilyen különlegesen extrém, nehéz helyzetbe került embert, szíveskedjék a Caritast értesíteni. Az elérhetőségek szintén megtalálhatók a plébánia honlapján. Az elmúlt hónapokban a nagy templom is nagyon komoly anyagi veszteségeket szenvedett el a nyilvános szentmiség szertartások mellőzése miatt. Ugyanakkor a kedves hívek látták, hogy minden lehető módon igyekeztünk továbbra is szolgálatukra lenni, az alkalmazottainkat is megtartottuk. Az utóbbi 2 hétben a nagy templom felújítása is új lendületet vett, és a remélhetőleg most már látványosabban haladni is fog. Tisztelettel kérjük a kedves hívek nagylelkű adományait a persejekbe, vagy pedig a főplébánia számla számára.
erre a számlaszámra lehet utalni az egyházi hozzájárulást is, aki nem személyesen hozza be a plébániára. Ne feledkezzünk meg a szegények támogatásáról sem Szent Antal persei révén. Hálásan köszönünk minden segítséget és támogatást. Most imádkozzuk el az eukarisztikus kongresszus imáját. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Stop.